Szeretettel köszöntöm a Sportás ma esti adásának kedves nézőit. Több mint 360 adás után elmondhatom, hogy sok tekintélyes ember volt már itt, császár még soha, hát most itt vagyunk. Császár Gábor, 247-szeres válogatott kézilabdázó, szia! Azon eltűnődtem, ha már 247, hogy miért nem tehát már három, kézilabdában három válogatottságot nem akarom mondani, de az, szóval már mitem az elnöknek is járna, ha 240, de hogy lőtt, hogy nem lettél 250? Először is köszönöm a meghívást. Hát én örülök, hogy itt lehetek. Ez azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, ami itt volt vége, és nagyjából ennyi. Nem fáj? Nem. Egy pillanatig nem. Sőt, most már, ahogy telik az idő azóta, hogy már nem vagyok válogatott, azóta egyre meg hazajöttünk, egyre büszkébb vagyok erre a számra, mert látom, hogy itthon ez mennyit, mit jelent. Szóval most is, ahogy a televízióban szakkommentátorkodom, és már amikor megváltoztattuk ugye a címet a nevem alatt, hogy akkor a Cegli sportigazgatója, nem most 247-szeres válogatott, akkor már úgy fogadott a stylist is a ruhatárba, hogy 247-szeres válogatott, szóval ennek van súlya itthon, és azt hiszem, hogy erre büszke is lehetek, hogy ennyiszer egyáltalán ott lehettem. Hát akkor ugye az a válasz, akkor ugye előbb el kell élni a 247-et, és van. Utána így van, ez a válasz. Panaszkodni, hogy a három hiányzik. Igen. Jó, hát ez nem, hogy mondjam, ettől még nem lett torzó ez a dolog. Nem. De hát kezdeném azzal, hogy ha már Ceglédet szóba hoztat, hogy egy reményteljes új játékost is köszönhetek itt. Tehát egy ifjú tehetséget, hát eleves. Ja, igen, ez a legfrissebb. Ezt gyorsan elmondom. Hát azért meséld el. Elmesélem. Ugye én a nyáron, amikor hazajöttünk, nagyon hamar megtalált ez a lehetőség, hogy Cegléden meghallották azt, hogy én szakmai vezető szeretnék lenni. Én ezt is tanultam előzetesen, ez volt a célom, és ahogy a kamerák nélkül beszélgettünk, nekem ez is egy hívószó volt, mert ezt én mindenképpen ki akartam próbálni, hogy én szakmai vezetőként hogy tudnék működni, mert ez úgy lefed mindent, ez úgy érteni kell a szakmához is, a kézlabdához is, egy picit a közgazdaság, egy picit úgy mindent körbeölel, és engem ez nagyon érdekelt. Aztán ahogy elindult a munka, azért ez ott lenn, ha szabad így fogalmaznak, így az NB1 alján, NB1B teteje, NB1 alja, most nagyjából oda tenném a Ceglédet. Ez nem egyszerű az élet ott, de mégis reményteli, és nekem nagyon tetszenek ezek a kihívások. Pont. És ezek után jött az, hogy az őszi szezonban azt éreztem, hogy volt egy jó pár olyan mérkőzés, mondjuk egy három, ahol az utolsó 10 perc hiányzott. Az, hogy valaki a nyugalmat sugározza mondjuk a csapatnak, és lehet, hogy ennyi elég lett volna, hogy mondjuk a kettő helyett egy picit több pontunk legyen, nem sokkal, de több pontunk legyen, és még jobb helyzetbe várhassuk a tavaszi szezont, ahol minden meccset otthonra tettünk, hiszen kész lesz az új csarnok. Aztán november-december környékén, amikor úgy teniszezgettem a drága apósommal, vagy elmentem futni, tesztelgetni, néztem a térdemet, hogy milyen állapotban lehet, vagy van, akkor valamennyire pozitíva volt a visszajelzés az én drága térdemtől, hogy gyorsabban regenerálódik, talán a fájdalom is kevesebb, és kacérkodtam a gondolattal, hogy most akkor tudnék esetleg még beállni. És egyébként korábban gondoltál erre? Nem, én már ezt lezártam, ezt az egészet, teljes mértékben lezártam. Amikor az első műtétem volt, másfél évvel ezelőtt, akkor úgy voltam vele, hogy még volt 3 éves szerződésem, akkor írtam alá Zürichbe előtte. Aztán, amikor meg kellett műteni még egyszer a térdemet, akkor viszont már éreztem, hogy igyeztem ebben a formában, én ezt már nem tudom tovább csinálni, megköszönöm, én nekem ennyit ez nem ér meg. Most egy olyan helyzetbe kerültem, amikor úgy éreztem, hogy ha esetleg fizikálisan felkészülök, egy pár hét talán elég ahhoz, hogy visszaszedjem azt a tudást, vagy azt a rutint, ami nekem a pályán engem előrevitt, vagy amit megszereztem, akkor hát, ha tudnék segíteni a csapatnak úgy, hogy beállok, nem tudok 60 percet játszani, egyértelmű, de beállni 2x10 percre körülbelül lehet, hogy ez már segítség lenne. És most azt látom, hogy én ezen az úton elindultam, abszolút segítő szándék, semmi más nincsen bennem, de látom, hogy azért ez felkavarta a csapaton belüli hierarchiát is, meg az állást, ami lehet, hogy nem rossz, de nem sokára jönnek azok a kiesési rangadók, amik számítanak. Meglátjuk azt, hogy én ebbe
érdemileg be tudok-e szállni, mert jelen pillanatban ott állok, hogy az, hogy hülyét csinálok magamból, vagy segítek a csapatnak, ez egy nagyon-nagyon halvány kis mestjén. Edzésen is beállsz most? Januárban már bebeállogattam, de azt kell, hogy mondjam, hogy ugye mi Budapesten élünk, leállni Ceglédre, közben még a másik melót is csinálni, és a gyerekeket nevelni, és jó férnek lenni emellett, meg még iskolába is járni, ez úgy azért már hogy nehéz a logisztikát összehozni. Na most, hát mondtad a Zürichet, az utolsót. Igen. Hát ugye a világ legjobb csapataiban játszottál. Most arról majd beszélünk, hogy egyébként szerintem egészen ritka eredményeid vannak, tehát a magyar csapatsportok nem sok dicsekedhet 2/4. Helyezése olimpián. Tehát, de erre majd kitérek, csak előző Svájc megütött, mert idézőjelben. Mert nekem, tehát a világ, Veszprém is nagyszerű, és Párizs nagyszerű, a PSG, hát az tényleg világhír, minden tekintetben, az egy, meg Párizs, hát Párizs az aztán megint világhír, de azon nem is jó szó, hogy irigyeltek, mert nem irigyeltek, de hogy valaki Schaffhausenben élhet éveken keresztül, ahol gyakorlatilag a Sonderklasse-nál kezdődik minden. Ugye a szomszédban a vízesés, fölötted a vár, vagy a erőd. Igen, a Munot. Igen, és hát tulajdonképpen ott hát sok drillben nem volt részed, nyilvánvaló. Tehát, hogy ez egy egész különleges élet lehet, hogy ha nem sérülsz, akkor még mindig lehet, hogy Zürichben vagy. Valós. De hogy mit tudom, még 7-8 évet élhet valaki Svájcba, úgyhogy ahol az nagyon komoly dolog, hogy ugye te beépültél Svájcba, ott nagyon nehéz beépülni. Igen. Én csak gondolkodom, a levegő, hogy az a környezet, ez fantasztikus. Igen, lehet. Igen. Elképzelhető, sőt, nagyon valószínű, hogy még mindig ott lennénk, mert amikor én Zürichbe átmentem, akkor Schaffhausen mellett ebbe a kis faluban, ahol imádtunk lakni az erdő szélén, azt kell, hogy mondjam, hogy ez, ott az a szokás, vagy az a felfogás, hogy ott a nagyvárosok mellé azért igyekszik mindenki kis faluba kiköltözni a levegő miatt, a nyugalom miatt, ide még az adó miatt is, de ez más téma. És hát ez azért a sportkarriert nézve azért ez megosztó lehet azért nyilván ez a svájci dolog, mert aki ismeri Svájcot, ahogy te is nagy lelkesedéssel beszélsz Svájcról. Én ezt abszolút értem, meg átérzem, mert ugye ott éltem nagyon sok ideig, és ezt a pozitív oldalát megtapasztaltam, és nagyon szerettük ezt a családdal. Viszont nyilván, hogyha valaki a legjobb kézlabda kultúrába szeretne lenni, az nem a svájci. A svájci az egy ilyen kis mini Bundesliga, szóval innen a svájci játékosok, a jobb svájciak próbálnak menni, most is a napokban voltak. Mini Bundesliga se rossz, nem? Persze. Csak ezt ugye ez nem annyira látványos, mint a Bundesliga, mert ugye a Bundesligában 4-5 ezer ember van minden meccsen körülbelül, és nagy lelkesedés, a büdzsé az nyilván az nagyobb. A Svájcban azért azt mondom, hogy ilyen vannak helyek, ahol kevesebben, de ilyen kisebb helyeken vannak, azért az infrastruktúra az nem annyira erős még. Most azt mondom, hogy az első jó pár csapat az már úgy kezd kiemelkedni, a Schaffhausennek saját arénája van, saját hoteljével, akadémiájával, szóval ők már ezt kialakították. Schaffhausen az játszott európai döntőt is, ha jól emlékszem. Pontosan az EHF Kupa döntőt játszott még talán a Lemgóval, vagy nem is tudom, hogy kivel annó még. Na de visszakanyarodva, nagyon szerettem, de az úgy alakult, hogy igazából engem az élet valahogy mindig olyan döntések elé állított, ahol én így ebbe az irányba, hogy láttad a karrieremet, jöttem. Szóval Veszprém után, inkább sorban. A Duna... Állj! Sorban. Dunaújváros. Dunaújváros. Mert azt olvastam, hogy egy dorkóért szerződtél Dunaújváros, ez frankó. Ez igaz. A dorkó talán így nem teljesen, de így van. Ez így volt. Hát igazából akkor indult el valahogy ez az utánpótlás, komolyabb nevelés, és a Dunafernek gondolom a stratégia része volt, hogy egy jó utánpótlás bázist ott összehoznak, mert akkor ugye megjelent, ezt te is tudod nagyon jól, hogy megjelent ott a vasmű, és a vezetés, és a bármilyen
politikai helyzet miatt a pénz, és akkor mindenki világbajnok volt, meg magyar bajnok, ugye a foci az még BL. Bejutott, igen. Nem tudom, hogy bejutott-e, talán selejtezőt játszott, ami már nagy dolog volt. Hát úgy értem, hogy bajnok volt. Így van. Női kézlabda, BL győztes, férfi, BL induló, a Dunafair, most meg azt kérdezik, hogy mi az a Dunafair, mert már nem emlékeznek erre az időszakra. A jégkorong, a vízilabda, mindegy. Szóval ez az időszak volt, és én akkor a Kisfaluból, Kenyeriből, ahonnan jöttem. 838 lakos megnézted. Fogyunk. Igen, ez a Kisfalu, nagyon kis. Vas megyébe, azt csak a nézőknek mondom. Pontosan, Vas megyei vagyok, egy nagyon szerető családból, egyszerű falusi családból származom. Aztán 9 évesen bejutottam Celldömölkre, mert valószínűleg annyira rossz voltam, de ezt úgy mondják már, hogy aktív, eleven gyerek voltam, és harmadik fiú, szóval jó, akkor már mehet valahova. Úgyhogy bementem, akkor megismerkedtem a kézlabdával, ahol nagyon nagy nehézségekkel küzdködtem az elején, és végül egyszer csak úgy berobbant úgy minden, és úgy valahogy úgy megszerettem, megszeretett engem a kézlabda, és ezt úgy jól csináltam így az eredmények alapján. Akarok udvarolni. Én a kézzel játszott játékokat, mint te tudod, nem annyira kultiválom. Igen, te lábamban vagy. Igen, de szóval valóban elég egész jó. Azt olvastam egyébként, hogy eleinte a kézzel kis gyerekként kézilabda pályára elgácsoltad a palikat. Te mindent tudsz, igen. Hát igen, mert ott a faluban ugye csak a foci volt jelen, és a foci volt... Hát mi lett volna, Csaszik? Hát persze, a foci volt az életem. Én azt a megye 3-as csapat szóval lehetett, de én egyszerűen alig vártam, hogy legyen foci edzés, ahova senki nem járt, szinte senkinek nem volt ideje. Mi fiatalok akkor még azért kijártunk, nagyon szerettem játszani. Tudod, ez a 6-6 ellen, hogy beállt a kapuba a 6 játékos, és akkor egy az ellenfél csapatával egy rúgott, és a többi meg a kipattanóra várt. És akkor ha egyből berúgod, akkor az folytatott tovább, ha meg kivédi valaki, akkor meg még a kipattanót azt be lehet rúgni. Na érdekes. Ezt játszottuk. Sietek, mert még sok időnk van ugyan, de sok mindent kell átbeszélni. Jó. Az első svájcod, igen. Az valószínűleg Dánia volt. Így, tehát így az egy, ugye hasonló, Svájc jobb hely szerintem, de ez... Más. De nekem nagyon hasonló minden esetben. Nekem a svájci rész az a nyugalomról szólt, és azért nehéz elmondani, hogy mi volt a legjobb, mert ezek a külföldi állomásaik, Dániát én nagyon-nagyon megszerettem. Na, mert ugye azért nekem mondtam Dánia, mert ugye az első. Igen, akkor mentem a Dunafairből először ki, 22 évesen, és akkor nagyon-nagyon-nagyon akartam ezt megtapasztalni, hogy ők mitől ilyenek, mitől látnak, amit látnak. A jók az már szerintem csak a következménye annak, hogy ahogy gondolkodnak, és ahogy ők élnek, ahogy ők a mentalitásukból, ami következik. És ezt akkor még nem tudtam megfogalmazni, hogy ez mit jelenthet, vagy mit nem, én ezt meg akartam látni. És most persze ez aktuális téma a válogatott miatt, mert 17-tel kaptunk ki most a VB-n. Nyilván azért ez egy extrém eredmény. Ha jól emlékszem, 3-szor nyertek világbajnokságot egymás után most, igen. És amikor ilyen már a kézlabdában? Nem hiszem. Amikor én ott voltam, ez ugye 2007 7-ben mentem oda, 7-től 9-ig, mert a harmadik évenben már átmentem Sambaribe, de akkor kezdték el, akkor nyertek egy EB-t. És akkor a vadászgépekkel kísérték haza őket, mert az egy óriási élmény. Ez a kézlabda nemzete, Dánia, nagyon-nagyon imádják, az egész bajnokság úgy van felépítve, hogy a legoptimálisabb legyen arra, hogy fejlődjenek a játékosok, majd menjenek a Bundesligába vagy a Barcelonába, akik jók, aztán egy 10 évvel később gyertek vissza, mert akkor már kedvezőbb az adórendszer, mert addig meg rettenetesen sok adót kell fizetni, és nem éri meg nyilván a játékosoknak ott maradni, ha már egy szintet elérnek. Most megjelent az Aalborg, megjelent egy kicsit, szerintem változott a rendszer, hogy a matek, és ezáltal mennek haza az idősebb, már 10 évet lejárt játékosok, Lauge, a Mikkel Hansen, a Landin, most ugye ők is mennek haza, ezek a nagy játékosok, de nekem ez az egész arról szólt, hogy tulajdonképpen kijönni ebből a magyar közegből, és egyszer csak hirtelen bum, a nagy világ, itt akkor más nyelven beszélnek az emberek. Mikkel Hansen az hasonlít rád, nem? Már nem külsőleg a játéka, nem? Nem. A Mikkel, ő egy szélsőből lett lövő, és ez látszik rajta, mert a technikáján az nagyon látszik hát meg. Úgy, és azt kell, hogy mondjam, a passzjátéka az nagyon erős, viszont ő fejben szerintem már 20 évesen ott volt, ahol én mondjuk 30 körülbelül, szóval ő... Arra gondoltam, hogy
a fejbe, azért a gondolkodás a játékról. Az lehetséges, de mondjuk azt, hogy én a magyar viszonyokhoz képest, ő meg a Dánhoz. Mi az magyar viszonyokhoz? Azért te, a világszínvonalon játszottad, de ez ne szerénykedjünk. Igen, világszínvonalon játszottam ezt, de azért azt hozzátenném, hogy amikor a Párizsba inkább amikor a Veszprémbe voltam, azért az is egy nagyon nehéz helyzet volt. Nekem egy év ment rá az első évem arra, hogy igazából felvegyem a ritmust meg, ami nem egy szokatlan dolog, szóval előfordul ez, de utána, amikor már egyedül voltam egy darabig a pozíciómban, akkor tudtam nagyon megerősödni. Aztán jött a spanyol invázió, ugye akkor jöttek az edzők, a Csema, a többiek, és akkor megint egy más helyzet alakult ki. Aztán akkor éreztem azt, hogy van egy ilyen párizsi lehetőség, mert a volt edzőm a Chambéryből odament a Párizsba. Ezt nem szabad kihagyni. Ilyen nincs még egy a világon. Igaz, hogy kevesebb pénzért, igaz, hogy más, de nem, az nem érdekelt. Ez hihetetlen, mert előtte több pénz, mint a PSG-nél. Nem azt mondom, hogy több pénz van, hanem akkor nekem, személy szerint, nekem az egy hát több pénz van. Anyagilag visszalépés volt, viszont tudtam, szerintem hogy... nem csak neked van több pénz, de ez hihetetlen. Tudtam, ez hogy a PSG jár. Az egy világbirodalom, vagy nem is tudom. Mert... Az világbirodalom, a foci mellett főleg, de szerintem azért ott ahogy én tudom, azért odafigyeltek. Az, ami miatt az ő költségvetésük ugye extra, az, hogy több mint 100%-ot fizetnek, szóval a bruttó fizetésnek az 50%-át azt ugye kifizetik adóba és az államnak, úgyhogy az egy kicsit megnyomja a költségvetést. De visszakanyarodva, minden helyen, ahol voltam, mert most nagyon kapkodunk. Hát a Dániánál voltam. Igen, minden helyen én nagyon-nagyon-nagyon sokat tanultam, és nekem ez volt azt hiszem a legfontosabb ebben az időszakban, hogy menjek, több legyek, jobb legyek, és nem csak az, hogy gyorsabb legyen a lábam, hanem hogy fejbe, amit tudtam, azt de nem csak kézilabda. Nem csak kézzel, nem. Nem, nekem ez a dániai első lét, az nagyon ez nehéz volt. Az valószínűleg az volt a legnehezebb oda nagyon beilleszkedni, ugye? Igen, mert a nyelvet nem beszéltem igazából szinte semmit. Tanultam, de nem beszéltem. Ezt nem tudom, hogy beszéltek? Angolul beszéltetek? Ott mindenki beszélt angolul, sőt a másik fele meg németül is beszélt, ez ott a kultúra része. Én meg kimentem, és tulajdonképpen amikor a svéd csapattársam, aki később az esküvő ön is itt volt Budapesten, ő megkérdezte tőlem, hogy vagyok ugye angolul, és én meg átszaladtam. Ugye nem arra még válaszoltam, azt hiszem valahogy egy buta módon, és akkor utána a beszélgetésbe elegyedett volna, én meg elrohantam a másik oldalra, mert ez nekem nem ment. Aztán ment a cetlizés minden nap, hogy felírjam azokat, hogy mindig tanuljam a szavakat, és akkor az élet rákényszerített arra, hogy nyelv nélkül ez tulajdonképpen ez nem megy, és akkor nem tud megnyílni előttem a világ. Mert Magyarországon nyilván ott el lehetett volna lenni, bár most nagyon sok a külföldi játékos, úgyhogy azért itt is hasznos. Az, amikor Párizsba mentél, igen, mert az egy más világ, mint mondjuk Dánia, és hát más világ, abból a kézilabdában nem más világ, mint Veszprém, de a kézilabdán kívül más világ, mint Veszprém. Az milyen volt? Mert az egy az megint csak emlékezett könnyű, mert azért egy ilyen birodalomba beépülni, az megint ez. Az volt talán a szakmailag a legnehezebb, a legnagyobb kihívás nekem. És én azért örülök annak, hogy ezt megléptem, mert ott kiderült számomra, hogy mik a legnagyobb hiányosságaim egy ilyen helyzetben, ott azon a helyen. Hiszen előtte Veszprémben voltam 3 évet, és a Veszprémben elértem azt, hogy számítottak rám. Igaz, a 3. évben mondom, az már megváltozott megint a rendszer, ugye, hogy jöttek ez a más felfogás, de itt volt egy stabil helyem tulajdonképpen. Aztán én ezt a Párizsit, ahogy elmentem, ott nem volt egy vezetőnk, mert az edző nem volt teljes mértékben készen arra, hogy 16-17 óriás egót összegyúrjon egy csapatba, mert akkor ugye az Igor Vori, aki a friss BL győztes volt a Hamburggal, Denier, Narcisz, Mikkelhansen, Luka Baló, szóval sorolhatnám a neveket, hogy kik voltak azok az éppen aktuális egyik legjobbak. Igen, a saját pozíciókon, de ebből nem tudtunk egy csapatot csinálni, és ez azért ez nyomasztó volt, mert nekem ugye a Denier Narcisz volt a szobatársam, de ő volt a poszttársam is, és volt még egy harmadik srác is, a Bojinovic, aki meg egy sokkal rutinosabb volt, előtte a 12 évet játszott a Montpellierbe, minden hája a McKent, szóval ő azért rutinosabb, franciául perfektül beszélő úriember volt, és akkor így tulajdonképpen így ment a kettőnk között ez a rotáció, hogy ki játszon a
vagy ki üljön le a padra Daniel mögé, a Narcisz mögé tulajdonképpen, ez volt a kérdés. Megbocsátasz egy pillanat? Igen. A Narcisz, nem tudom, hogy mennyire a nézők, csak mondom, hogy a Narcisz vagy a Mikkel Hansen, ez olyan, mint a Messi meg a Neymar lenne körülbelül. Tulajdonképpen igen. És a legfontosabb nekem az volt, hogy Párizsban az igazság, hogy ezt én küzdöttem, és úgy vergődtem magamban. Nagyon, mert ez a helyzet, én ambiciózus vagyok voltam, és menni akartam, játszani akartam, csinálni akartam, aztán nehéz volt megértenem, vagy átlátnom azt a helyzetet, hogy ott azért ez nem csak ezen volt. Engem nem hívtak volna, azért a PSG-ben véletlenül nem lehet beszédülni, tehát ne szerénk egyet. Igen, de akkor még ez még az a pénz már megjelent, hogy akkor egy nagy klub lehessen a kézlabda klub is, a foci mellett, viszont még nem minden állt össze akkor is. Pont természetesen a Veszprém ellen játszottunk, akik meg egy stabil, jó játékot nyomtak. Tulajdonképpen az egyéni képességek miatt nem volt olyan nagy a különbség, de összességében sokkal jobb volt a Veszprém akkor. És ez még ugye rátesz egy lapáttal a rossz érzésre, de nekem ez egy nagyon nagy tanulság volt. Szóval az, hogy az elkényeztetett veszprémi nagy szeretet után kimenni, és hogy utáltak egy jó páram, mert hogy én ezt a döntést meghoztam. Ezt is megélni nem volt egyszerű, de tanulságos. Azt, hogy egy ilyen helyzetbe csöppentem, az meg tulajdonképpen a legjobb iskola volt számomra, hogy miben kellett akkor még nekem fejlődnöm, hogy én megálljam a helyemet egy ilyen helyzetben. Így van, pontosan. Az az érdekes, hogy fél mondatban mondtad, hogy elkényeztetett Veszprém, hogy az életedben sehol olyan nagyra nem tartottak, vagy annyira nem dédelgettek, inkább ez úgy mondom, mint Veszprémben. Ez érdekes. Hogy ez így van. A veszprémi közönség fantasztikus, kritikus, de amikor én ott játszottam, akkor azt éreztem, hogy ha nem is ment annyira a játék, de a szeretet az ugyanúgy megmaradt, a támogatás, és azt nagyon értékelték, amikor ott csúsztunk, másztunk a pályán. Nagyon szeretik ott a kézlabdát. Mai napig, amikor lemegyek oda egy közvetítés miatt, akkor még oda jönnek. Csaszi? És ma a csaszi az megmaradt teljes mértékben. Igen, és ez nagyon pozitív, de azt azért, ahogy említettem már, azért azt hozzá kell tenni, hogy azért elképesztő kritikusak voltak, sőt, megütöttek olyan hangokat is, amikor én ugye azt választottam, hogy elmegyek Párizsba, ez nem tetszett embereknek. Nyilván egyből mindenki a pénzre gondolt, meg az, hogy ez az amaz, de ez sajnos... És ha a pénzre gondolt, engem se érdekelt volna. Hát igen, most, hogy azt hát mondom, bárcsak arról lett volna szó, akkor... Nem. De mondom, ezt jó megtapasztalni, mert ugye ez ugyanúgy az élet része, hogy nem csak szeretve lenni, hanem kritizálva is, és ez szerintem ez fontos, mert én is nehezebben fogadtam a kritikát még régebben. Makacsa voltam, de ezt meg kellett tanulnom, hogy ezzel nem... csak bántani akarnak. Na most azt hiszem, a csúcspontja a pályafutásod, nem vagyok benne biztos, csak gondolom én, az a két negyedik hely. Már csak azért is mondom, hát először is ott kezdődik a dolog, hogy ugye 2004 először az olimpián, igen, ugye negyedik hely. Igen. Hát mai szemmel nézve az, hogy mondjuk az elődöntőbe kikapsz az olimpiai bajnoktól két góllal. Szoros meccsen, ugye? Tehát hajszára vagy a döntőtől, mondjuk az, hogy túloz, akkor szóval nem vagy messze a döntőtől. Ez mai szemmel szinte elképzelhetetlen, vagy szóval nem is tudom. Igen. Egyébként akartam kérdezni, hogy hát ugye, mert a másik elődöntőt meg egyel vesztettük el, ha jól emlékszem. A svédek ellen, 12-ben a Londonban, igen. Szeretném mondani, hogy megnéztem, hogy a legjobb dobó Császár 8. Így van. És az 50. percben le kellett húzni, mert felmentem egy lövésre, és hogy leérkeztem, azt hiszem, hogy pont a Lékai Máté, aki befutott beállóba, az ő lábára érkeztem, és ahogy ugye kifordult a lábam, akkor megtépte a szalag, és letörött egy csontdarabot. De visszakanyarodva a 2004, az nekem az egy olyan voltam, hogy minthogyha egy ilyen belső turista lehettem volna, ugye fiatalon nekem még szerep nagyon nem hárult. Én úgy is mentem ki, hogy plusz ember, mert lesérültek azok, akik még esetleg tudtak volna segíteni. Szégyelni nem kell. Nem, szégyelni egy pillanatig nem szégyellem ezt, sőt, örülök, hogy ezt részese lehettem. Most ilyenkor megszépülnek az emlékek. Akkor én ott szenvedtem, mert ugye, ahogy
említettem már, én szeretek részese lenni a sikernek, és akkor... Hát azért oda se, ahogy Párizsnál mondtam, hogy oda se hívnak senki, de egyedik hely az egy csapatban se kerül. Van, engem nem hívtak volna oda se. Mondjuk így, hogy igen, ott voltam, de az egy nagyon erős magyar válogatott volt, az brutális volt szerintem ott a minden pozíción, és örülök, hogy részese lettem, de ez a 2012-es olimpia, ahol már aktívan részese voltam, ez azért ez még frissebben is megvan. Nagyon büszke vagyok erre a két negyedik helyre, mert azért ez felértékelődik. Egy páran vagyunk csak ott, akik mind a kettőben részesei voltunk, és viszont ez a 12, azt nagyon-nagyon sajnálom, mert ott tényleg azt éreztem, hogy nem voltunk messze attól, hogy esetleg tényleg egy csodát tegyünk, mert alapvetően csoda volt az izlandi mérkőzés. Ami ugye hosszabbítás egy góllal. Kétszer egy hosszabbítás, igen, és aztán úgy nyertünk, meg úgy volt, már a hosszabbítást is úgy értük el, hogy ez egy csoda kategóriába tartozott az a mérkőzés. De utána nem voltunk messze ettől a svéd válogatottól, és én azért voltam csak dühös, mert ott az utolsó 10 percben már nem tudtam még... Ha benn vagy? Nem tudom, hogy mit történhetett volna. Igen, de az ember, hogyha 8 gólt lő egy 50 perc alatt, akkor úgy formában van, az jelenti, hogy azért van önbizalma azon a meccsen. Nekem az izlandi meccsen volt az, amikor a kevesebb gól volt, de az egy nagyon melós meccs volt. Itt meg, amikor már gólokba is érződött, nem tudom, hogy mi lett volna, ha, de hát a sportban ezt így nyilván nem létezik. Ez utólag azt jelenti, hogy tulajdonképpen sajnálod is? Már úgy értem, nem a sérülést, mert nem... hogy egyáltalán nem lehetünk volna talán olimpiai bajnokok is? Azt az egyet sajnálom, hogy annyira közel voltunk ehhez, hogy olimpiai döntőt játszunk, hogy a döntőben minden lehet, akármilyen. A döntőben minden lehet. A franciák megnyerték úgy azt a döntőt, hogy mi előtte Dunkerbe, az utolsó felkészülési meccsen mi nyertünk ellenük. Nem mondom azt, hogy megvertük volna őket egy döntőbe is, mert ők azért szépen fel vannak építve egy olimpiai terhelésre, ezt láthattuk, mert nem rosszul csinálják az elmúlt években. De valahogy ez maga már hagyja a döntő, én azt gondolom, hogy elérni egy ilyet. Így maradt a negyedik hely, sajnos a harmadik bronzmeccsen én már nem tudtam részt venni, mert ugye már menni, az is szoros volt. Menni nem bírtam. De maga ez az egész élmény, ez azért, ezt nem veheti. Ez a csúcsa? A válogatott karrieremnek igen, mondhatjuk azt, hogy igen, mert ebbe az olimpiai negyedik helyben mondjuk ez a 2012-esben, az egy 3 éves projekt. Szóval szerintem ez többet ér, nem, mint az összes klub eredmény. Hát igen. Talán. Hát nem azt mondom, hogy többet ért a klub eredmények, de én ezt külön választom. Jó, hogy a válogatott szinten ez volt a csúcs, és mondom, ez az a brigád, ami akkor összejött és összefogott, és az a 3 éves eredmények, amit ott elért, akkor voltunk az, hogy ugye akkor volt az, hogy a Laci nem volt egy jó darabig, kivettük mondjuk azt a szupersztárt a csapatból, aki védekezés támadásban a világ egyik legjobb volt, de mégis a csapat úgy összezárt, hogy egyszerűen az egy... Mármint Nagy László, csak mondom. Nagy László, igen, bocsánat. Nézőknek, igen. Hogy az egy nagyon-nagyon jó időszak volt. Na most akkor... Egy kérdése, ha nem válaszolsz, nem válaszolsz, nem akarlak nehéz helyzetbe hozni. Most ugye VB volt nem régen, és azt olvastam, össze-vissza vertek, te is mondtad egy fél mondatban, hogy 17-tel nyertek a dánok, de hát többi meccsen is volt 8-9-7 gólos vereség. És a 8 közé jutottak ugyan, kétségtelen, egy nem tudom én, egy egészen abszurd ítélet folytán, ami a másik meccsen volt, nem is akarom hosszasan mondani, tehát lényeg az, hogy időn túli hetest adtak, nem tudom már miért, a világ, ilyen nincs a Földön, de ez valami Földön túli szerencse kell, hogy ezt megítéljék, és abból te profitáljál is, és tulajdonképpen ezen múlt, hogy benn jutottak a 8 közé. Az, hogy bejutottak a 8 közé, ez rendben van. De utána azt olvastam sorozatosan, hogy legyünk büszkék erre a csapatra. És ezzel nekem nagyon komoly gondom volt. Na. Először is ne szólítsanak föl, hogy legyek büszke, mert a büszkeség az magamtól támad. Vagy van, vagy nincs. Ez igaz. Másrészt, hogyha ne kelljen azt olvasnom, hogy legyünk büszkék, egyébként se, ha össze-vissza kaszabolnak. Aha. Mert azért 17-9, tehát nem úgy volt, mint a svédektől egy góllal kikaptunk, vagy a horvátoktól, akik világklasszisok voltak, 2 góllal.
ugye? Persze. Nem így volt, hanem meccsek sorozatán kaptunk ki. Igen, abszolút értem amúgy az érzéseidet, meg ez tulajdonképpen leírtad a közhangulatot, én azt gondolom, hogy ez nagyjából igen? Az emberek... Igen, az emberek, ez a kettősség van benne, hogy igen, megvan az eredmény, de mégis azért valahogy ez azért nem ennyire messze vagyunk a világ kézilabdázásától, elitjétől. Én megmondom őszintén, hogyha ez egy nem egy egyszerű téma, mert éppen egy projektben van benne a magyar válogatott is, akik szeretnének majd a párizsi olimpiára kijutni és ott eredményt elérni. A tavalyi Európa-bajnokság után, ami ugye itt volt Magyarországon, és a csoportból nem tudott tovább jutni a magyar válogatott, én azt gondolom, hogy sebeket ejtett az emberekben, mert az egy nagyon nagy csalódás volt a nézőknek, szerintem a játékosoknak ugyanúgy, nekem, aki a kézlabdába, aki 16 évig ott volt a kézlabdába, én is csak néztem, hogy akkor megkérdezgettem, hogy történhetett ez, mert ugye az előzetes elvárás vagy várakozás az nem ez volt. És előtte ráadásul volt egy ötödik hely, azt hiszem a VB-n, az egyiptomi VB-n, ahol tulajdonképpen a franciák úgy tudtak tovább menni csak az elődöntőbe, hogy hosszabbítás volt. Szóval nagyon-nagyon közel voltunk, németeket elvertük. Azóta eltelt 2 év, és most azt nézzük, hogy ha valószínű, hogy a németekkel játszottunk volna, nem a magyar válogatott lett volna az esélyes. Ha játszottunk egy skandináv csapattal, akkor tulajdonképpen most az volt a kérdés, hogy mennyi lesz közte, mennyivel vernek el, mert mennyire futnak szét minket. Előzetesen ugye az elvárás az volt, hogy a 8 közé, mert ugye ez az eredmény az, ami jogot ad a kvalifikációra. Igen. De azt nem mondták, nem beszélte senki azt, hogy tulajdonképpen srácok, azért ez egy extra eredmény lenne, mivel nézzétek, hogy milyen a nemzetközi kézlabdázás, és mi ettől most távol vagyunk. Én ezt megmondom őszintén, ezt én sem gondoltam, hogy ennyire. Igen. És ennek a fényében, hogy ugye erről nem beszéltünk, én pedzegettem azért a sajtóba, mert egy-két elvetemült újságíró engem is megkérdezett arról, hogy Császár Gábor mit gondol. Én azt mondtam, hogy én nagyon-nagyon szurkolok a fiúknak, mert tudom, hogy mi ez az élmény, és ez mit jelent egy ilyen VB-n elérni azt a helyet, és van rá esély. Viszont az előzetes feltételezések, vagy állapotok, az, hogy ki mennyit játszott a klubjában, vagy ki milyen meccseken van túl az elmúlt fél évben, az nem azt mutatja, hogy itt gyerekek, hát itt mindenkit elverünk, sőt, azt mutatta, hogy a csoportból második vagy harmadik helyen fog tovább menni a magyar válogatott, mert az izlandi a hazai körülmények között ugye nyert, esélyesebb volt papíron, esélyesebb volt, mint a magyarok. Ezt ki gondolta volna, hogy aztán pont abban az utolsó 6-7 percben az 5 gólos előnyüket hirtelen így eljátsszák, és ezt nagyon jól kihasználta a magyar válogatott. Szóval a megítélése ezért volt szerintem ennek az eredménynek kettős, mert mi nem tudtuk, hogy ennyire le vagyunk maradva most már egyre jobban ettől a nemzetközi kézlabdától, és azt is tisztában lehet mindenki, hogy akik mögöttünk végeztek, van egy jó pár csapat, aki lehet, hogy úgy megvert volna minket ezen a világbajnokságon, sőt, van, aki meg is vert, ugye a portugálok azok mögöttünk voltak. Ennek fényében viszont meg az, hogy ez megvolt a 8. hely, ez nem is rossz, mert mi annak mögöttünk, akik hát, ezzel... Azt én nem is állítom, vannak hogy vannak mögöttünk, akik ott... Az, jó. Én inkább azt mondom, hogy a kép alapján az, hogy ahogy is játszott a magyar válogatott, nem az eredményt nézzük, hanem csak az, hogy kikkel és hogy egyszerűen nem tudtuk megközelíteni egy norvég, egy svéd, egy portugál, egy hát a dátum. Az a problémám vele, Csassi, és aztán lejárt az idő. De az a problémám, hogy én nem éreztem sikerélményt, és követelik tőlem, hogy érezzek, és ezt nem értettem. Gondoltam egy embert, megkérdezek erről, aki ebben benne van. Nem gondolom azt, hogy ez követelés lenne, feltételezem azt, hogy ez csak egy olyan körítése volt ennek az egésznek, hogy hát azért nézzük pozitívan ezt a helyzetet, hogy ez a helyzet is megvolt, de az biztos, hogy itt van mit dolgozni. Csaszikám, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én is köszönöm. Hogy megtisztelted a műsort. A nézőknek köszönöm szépen a figyelmet. Császár Gábor a 247-szeres válogatott, 2-szeres olimpiai negyedik helyezett, és a világot bejárt kézilabdázó, tetszettek látni. Egy hét múlva találkozunk a viszontlátásra.